Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Lőrinc Tamás a mai vendégünk, olimpiai bajnok, és most már a Kimba Birkózó Akadémia szakmai igazgatója. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Szia, köszönöm a meghívást. Ugye Kozma Istvánról van elnevezve ez az akadémia, és nagyon sok mindent lehet már róla tudni. Az szerintem egy csodálatos dolog, hogy te ott fogsz tevékenykedni. Valójában ugyanazt fogod végigcsinálni, mint eddig a pályafutásod során, csak most a másik oldalról. Igen, hát van átfedés ebben a történetben, és egyben nagyon izgalmas, ugye ez számomra is egy teljesen új kihívás, egy idézőjelbe véve ismeretlen pálya, hiszen én eddig mindig a másik oldalon voltam, de ha onnan nézzük, hogy tényleg 14 éves koromtól kezdve egy hasonló rendszerben nevelkedtem, nyilván nem ilyen körülmények között és nem ilyen feltételekkel, de úgy gondolom, hogy az az út, amit mi bejártunk, azért mégse volt annyira rossz, hogyha az eredményeket nézzük, és azokból a tapasztalatokból talán sokat vissza tudunk forgatni ebbe az akadémiába és ennek az iskolának a menetébe. Nyilván mi voltunk a próba verzió, azért ott voltak mellékvágányok, nem kevés, amikor nekünk vissza kellett fordulni, most az nagy előny, hogy mi ezeket már ismerjük. És, mondasz példát? És hát azért nem egyszerű a vidékről felkerülni 11 évesen a nagyvárosba, és ennek nagyon sok buktatója van. Egyedül az akadémiára, vagy mondjuk a tesóval az akadémiára. Így van, ez azért egy nagyon nem egyszerű helyzet, és amit akkor fontosnak gondoltak, hogy csak a szakmai rész, és csak az a lényeg, ami az edzésen történik, az tévedés. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és ezt a mai nap meg már tudjuk, hogy nagyon fontosak, hogy milyen nevelőtanárok, milyen iskolába, a tanulásra odafigyelni, nem minden csak az edzésről szól, hanem ez egy ilyen komplex dolog, és úgy gondolom, hogy ez a profi szemlélet egy ilyen csapattal nagyon jó együtt dolgozni. Arra gondoltam, hogy ezek között a katonás körülmények között azért mindig kialakul a csibészség. Most is hagyjátok őket, hogy egy kicsit azért csibészek is legyenek? Hát természetesen, ugye amikor oda kerültem, ugye, és így ismerkedtem a gyerekekkel, és hát tényleg pszichológustól, dietetikuson keresztül, hát minden, ami egy profi pályafutáshoz kell, az minden ott adott, és minden lehetőséget ki tudnak használni, és így hát vannak ilyen értékelések, negyed évente adunk a szülőknek értékelés, és így elkezdtem olvasgatni ott még a bevezető időszakomban, hogy ismerkedem a gyerekek, és hát annyi jót olvastam róluk, hogy mondom, te jó Isten, ezekből hogy lesznek birkozók, hogy itt mindenki ilyen jó gyerek, de aztán hál' Istennek, hogy egyre többet ott voltam, és megismerkedtem velük, azért vannak olyanok, akikből tényleg nagy bajnok lehet, mert bennük van az a kis csibészség, úgyhogy szerintem egy nagyon jó csapat jött össze, fiúk, lányok, úgyhogy öröm velük együtt dolgozni. Mi az, amiről úgy érzed, hogy most tanulod, és mi az, amiről nagyon határozott elképzeléseid vannak szakmai igazgatóként? Tanulom az úgynevezett csapatba együtt dolgozást, hogy igazából vannak elképzeléseim, hogy én mit szeretnék látni, és hogy szeretném, hogy történjenek a dolgok. De... És nem tudja mindenki olimpiai bajnokt szinten végrehajtani? Nem is erről van szó, hanem azért vannak nálam jóval tapasztaltabb edzők is, meg vannak olyanok, akik már ott vannak egy ideje, és jobban ismerik nálam a gyerekeket, és ezért meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. Szóval nem az van, hogy én elmondom, hogy ennek kell lenni, és akkor az úgy lesz, hanem minden nap tanulok, és odafigyelek azokra, akik már régebb óta ott vannak, sőt, ott van az egyik én nevelőedzőm is, a Bacsa Feri bá, úgyhogy ő edzőként van ott, és mindig megkérdezem, hogy Feri bá, ez a mi időnkben hogy volt? Én már nem emlékszem semmire, ő mindenre emlékszik. Sőt, legfőképpen az első két évre nem emlékszem, mert az volt nekem a legnehezebb, és valahogy azt az agyam így lezárta, hogy az meg se történt, és igazából onnan semmi emlékem nincs, úgyhogy mindig kérdezem, hogy is volt, és hát akkor mindig mondja, hogy Tomikám, az így volt. Mondom. De rossz volt az akkor. Eszembe jut, hogy tényleg így volt. Azt mondtad, hogy többször bebizonyosodott már, hogy a birkózásban az vezet eredményre, hogyha központi felkészülés van. Ez miért van így a ti sportágatokban? Ez nagyon egyszerű. Ugye mi egy olyan sportág vagyunk, ahol azért edzőpartnerekre van szükség, és sajnos nem vagyunk annyian az országba szétszóródva, hogy olyan szinten tudjunk
készülni. Nem elég csak elvégezni azt az edzést, nem elég, hogyha ott van egy szakképzett edző, és tudja, hogy mi kell a sikerhez, mit kell elvégezni, ha egyszerűen nincs ott annak a fiúnak, vagy annak a lánynak egy olyan edzőpartner, akivel ezt a versenyszituációt ki tudja használni, főleg úgy, hogy az elmúlt években ez a Covid-helyzet nagyon megnehezíti nem csak a klubok munkáját, hanem igazából a szövetség és az akadémia munkáját is abban a szempontból, hogy nem tudunk versenyezni. Itt vannak ezek a gyerekek, serdülő, ifi korú kadét versenyzők, akiknek tehát nyilván kell edzeni sokat és jól, viszont versenyezni rengeteget kéne. Ugye itt alakul ki nagyon sok olyan dolog, amit később sokkal nehezebb ezt a versenystresszt nehezebben dolgozzák fel, mint fiatalon, és most ezek nagyon-nagyon hiányoznak, ezek a versenyek, hogy úgy kapaszkodunk bele egy versenybe, ha tudunk menni, hogy az egy óriási dolog, de nem nagyon jön össze, törölnek, most is szinte utazás előtt 2-3 nappal töröltek most egy versenyt, és ez így megy, nagyon nehéz is ennek a jövőbe szerintem, lesz hozadéka, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy minél több ilyen helyzetbe kerüljenek. Hogy érzed, hogy ez a fajta bizonytalanság mennyire viseli meg a fiatal sportolókat, illetve mi az, amit tudtok ti tenni ennek érdekében, hogy azért ezt valamennyire lehessen finomítani? Én úgy gondolom, hogy ez később fog kiderülni, hogy ez mennyire viselte meg ezt a generációt. Talán annyi az, ami hogy mondjam, itt, hogy ki hogy tud erre a helyzetre reagálni, és hogy ki hogy oldja meg legjobban ezt a helyzetet, és mi is erre törekszünk, próbálunk ilyen házi versenyeket szervezni, próbálunk, most is jön az akadémiára 10 román lány, és akkor próbálunk a lányoknak ilyen versenyhelyzetet kialakítani, hogy kicsit szokják ezt a közeget, és hát ez másnak se könnyebb, más országokban sincs másképp, ugyanezekkel a problémákkal küzdenek, úgyhogy lehet, hogy ez nem lesz akkora kirívó probléma a későbbi években, de biztos, hogy nem jó ez a helyzet, ami most van, de mindenkinek ezzel kell főzni, úgyhogy próbáljuk a lehető legjobbat kihozni belőle. Az, hogy ebben a sportágban nagyon sokan vagytok, akik eljutottatok a legmagasabb szintekig, és nagyon sokan közületek ott maradtatok a sportág mellett, most, hogyha csak a Kimbát említem, akkor elsőre Hegedűs Csaba neve jut eszembe, de hát Kis Balázs is ugye a sportágban tevékenykedik, és még nagyon sokan mások, elnézést kérek a teljesség igénye nélkül, csak néhány nevet említek, de hogy ez mennyire segít a fiataloknak a... nem csak a motiválásában, hanem abban is, hogy a tudást át lehessen adni, mert mindig van ott valaki, akit meg lehet mutatni, akinek a mentalitása látszik, akinek az egy-egy mondata azért mindig tartalmaz valami plusz információt. Így van, hát ez nagyon fontos, hogy találkozzanak a fiatalok olyan példaképekkel, olyan bajnokokkal, akik már bejárták azt az utat, amiről ők álmodnak, vagy ami felé tartanak. Ez az én életemben sokkal később jött, szóval én úgy emlékszem, hogy ilyen 14 éves korom körül találkoztam így először olyan emberrel, vagy így olyan birkozóval, aki tényleg nagyon nagyot alkotott. Nyilván előtte is lehet, mert mentünk ki világversenyekre, láttam Repka Attilát, amikor Európa bajnok lett Budapesten, de hát az nagyon távoli volt. Nem volt testközeli az, hogy nem igazán tudott hozzám szólni, vagy nem tudott akár egy szóval motiválni, és ezeknek a fiataloknak meg ott vagyunk mi, ott vannak a nagy elődök, és napi szinten tudnak találkozni velünk, úgyhogy próbáljuk. Mindig, leginkább szerintem akkor fontos ez, hogyha nehézségbe ütköznek, hogy kicsit elmondani, hogy ez teljesen normális, ez velünk ugyanígy volt, és ezen hogy tud tovább menni, és hogy attól még ugyanúgy el tudja érni a célját, csak higgyen magában, meg higgyen bennünk, hogy amit mondunk, azt nem hasraütéssel, hanem az már egy járt út. Ez az új élet, ez miben tartalmaz, nehézségeket, vagy mondjuk könnyebbségeket, mint az eddigi? Mennyiben más? Hát most itt az eleje az elég aktív, szóval ez az, ami engem is meglepett, hogy kevesebb a fizikai aktivitás, de én néha olyan fáradtan megyek haza, hogy majd elájulok. A másik szempont meg az, hogy hát nagyon keveset tudok most otthon lenni, de hát mondom a feleségemnek, és most is mondom, hogy csak az eleje ilyen nehéz, aztán majd könnyebb lesz. De hány éve mondod neki? Igen, tudja már, hogy mellé beszélek, de
de nem lehet ezt másképp csinálni, szóval ezt távolról nehéz jól csinálni, de úgy gondolom, hogy ebbe is, mint ahogy az életem más területén is, hogyha majd kialakul egy rendszer, akkor ezt majd jobban lehet időben menedzselni, úgyhogy erre törekszek, hát most tényleg nagyon-nagyon sokat vagyok ott. Én nagyon sok sikert kívánok ehhez az új, félig meddig civil élethez, és remélem, hogy ezen a területen is vannak álmaid, és azok is be fognak teljesülni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. A kedves nézőktől búcsúzunk, most viszontlátásra.